Szexel szeretném látni, megmozdulunk! Gyere! Hatalmas tömeg tombolt a Szent István téren felállított színpad előtt a Halott Pénz koncertjén a tavalyi szexádi születi napokon. Idén is több tízezres tömegre számítanak a szervezők a nagyobb koncerteken, különösen a vasárnap esti Ákos koncerten, amire már most lehet tudni, hogy egy gombos tűt sem lehet majd lejteni a környéken. Különleges biztonsági intézkedésekkel készül a város, de szintén sok emberre számítanak a Republik vagy éppen a Kowalski meg a Vega koncertjén is. Zsikó Zoltán, a születi napokat szervező Babits Mihály Kulturális Központ vezetője azt mondja, az idei születi napok nem csak kulturális kínálatában tér el a korábbi fesztiváloktól, hanem az árusok és a színpadok elrendezésében is, amiknél figyelembe vették a szexárdiak véleményét. Az idejében számos változás lesz a születi fesztiválon, például az, hogy a Béla Király teret szeretnénk meghagyni egy kicsit ilyen intimebb környezetnek, már amennyire egy ekkora tömegben ez lehetséges, de a kulturális kínálatot így alakítottuk ki, hogy inkább a népzene, a világzene, a jazz, inkább az ilyen szolidabb, magas kultúra legyen majd látható és hallható. A fesztivál más területén helyezik majd el azokat az árusokat, akik ebbe az arculatba nem illenek bele. Annak érdekében, hogy minél könnyebben tudjanak az emberek egyik helyszínről a másikra közlekedni, a sétáló utcában nem lesznek árusok, őket a Garai téren és környékén helyezik majd el. Egyszerűbb ételeket az August Imre utcában ehetünk, a Vidám parkot pedig a Prométheus parkban találhatjuk majd. Plusz parkolókat alakítanak ki a Luther téren és a Babits Mihály általános iskola előtt. A város és a szervezők célja az, hogy különleges, nívós és biztonságos fesztivál legyen az idei is, jelentette ki Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Célkitűzés, hogy minél biztonságosabb legyen a fesztivál, eddig sem volt gond, azt szeretnénk, hogy az idei esztendőben sem lenne gond. Ennek érdekében a megye rendőrfőkapitányúról is egyeztettünk természetesen, és sokkal nagyobb rendőri jelenlét lesz, sokkal jobban biztonságban érezhet magukat a fesztiválra látogatók. Minden megteszünk annak érdekében, ez egy jó szervezet, profi, jó hangulatú és biztonságosan lebonyolódó fesztivál lehessen. Az idei szexádi születi napokat szeptember 12-e és 15-e között rendezik meg.